Üdvözletem! Üdvözöllek titeket a következő Hearts of Iron 4 videóban. Ebben a videóban ki fog törni a harmadik, vagy a második világháború, és elkezdjük gyártani a katonai egységeket, jó szórakozást a videóhoz. Na, srácok, folytatjuk is tovább a Hearts of Iron 4-et. Ott hagytuk abba, hogy sikeres háborút vívtunk a románokkal, meg a lengyelekkel. Sikerült egész sok területet szerezni a németek segítségével. És most megpróbáljuk helyreállítani az országot, mert eléggé sok gyár itt felrobbant a harcok következtében. Úgyhogy, igen. Elindítom az időt. Micsoda? Franciaország hova lépett be? The Coalition. Kanadával kötött egy szövetséget Franciaország, a Coalition. Oh my god! The Coalition. Oda mentek Litvániába az egységek. És háborúsink. Utasítások. Bevonulunk. És kapitulált is. És ezt elfoglaljuk. Mit tudunk megcsinálni? Militári stabba, hát ez nem kell még. Egy ilyen. Itt van egyáltalán ellenállás, van. Na, megépültek a vasutak. Aha. Építek Csehországba ezért gyárat. Oké, light tankot is gyártsunk. Kezdjük el. Rádió. Jó. Machine gun. Engine. Armort is felnyomjuk. 11-re. Turán 2-t. Kezdjük el gyártani. Németeknek hány bábállamuk van? Jó sok. Hey, Mr. Bully, won't you just see right through me? On the dying days when I ask for forgiveness of myself. Hey, Mr. Bully. Mekkora az ellen? Jó, csökken. Ők ide mennek. Az osztrákokhoz. Médiumot. Supportról leveszem. Elkezdjük gyártani. Engine azért kéne. Motor.
Mi történt? Kína megtámadta Xinjiangot. Aki amúgy lesz önterülete. És felbomlott a kínai frakció. Ja, még megvan, csak Kína kilépett belőle. Kína megtámadta Shanghai-t is. Ki Szibet-Szánmát, ezeket is megtámadta. Yuan-t, meg Yuan Kurácsi Kuriakei. Nem tudom kimondani a bocsánat. Engine. Fejlesztjük az engine-t is. Doktrina. Jó. Kínának küldjünk egy atassét. Nem fogjuk visszavonni. És küldjünk nekik héját. Havonta 165. Nekem nem lehet küldeni azt, de úgy lett. Dél-Tirolt el tudnám venni. Jó. Támadjuk meg. De úgyhogy nem hívjuk be a szövetségeseinket. Na jó, hozok még ide erőt. Készen állok. Értettem. Na most át lehet törni őket? Na ott át tudjuk törni. Oké. Ott is. Agresszív vagyunk. Menj, menj, menj! Fővárosukba be tudunk érni. És... mi az, hogy még nem kapitulálnak? Na most? Aha. Oké. Ausztriát ők védjék. Oké, visszaszereztük azt is. Mi újság Kínában? Hát a kínaiak nagyon törnek előre. Oké. Naval base. Ide. Itt van naval base. Van. Ezt erősítsük. Kína belépett a szövetségbe. A németek már is beléptek a háborúba. És mi is belépünk. Oké. Behívom a bábállamomat is. Advanced Engine. Tüzérség. Le van dobva? Mindjárt meg lesz. Ő
Le van dobva. Figyelj! Itt van. Figyelem! Ezeket rakjuk külön. Meg itt Csehországba is próbálok. Oké. Tankokat ezer erővel gyártsuk. Naponka a 2 tankot gyártok. És viszonylag jól állok így termelésben. Meg alapanyagban is. Oroszország megtámadta Azerbajdzsán, meg Türkmenisztán. Micsoda? Oroszország mit csinál? Megtámadta Krímát, visszaszerzi a régi területeit, mondjuk azt helyeslem tőlük. Támogatom is őket. Azerbajdzsánnak vége. Fú, a kínai supply itt. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, bro. Get your goddamn ass on. Jézusom, hát itt nagyon nehéz lesz járni, hogy nincs supply. Na, vége. A tank. Aja, az jó! Oroszok megtámadták a japánokat. Meg Kirgizisztánt. Oroszok megtámadták a finneket. És be tudnám hívni, de nem fogom. Na, itt csinálok supply hubot. Ide is. Paratroopers. Egy tőernyős egységek. Azok jól jönnek. Infantry equipmentből jó sokat gyártunk. Ide hozták az angolok meg az olaszok a határral. Egységeiket. Mi ez? Oké. Gyártsuk jobban a tankokat. Ezeknek mennyi? Hát nem sok. Így kitörne a második világháború. Úgyhogy kezdjünk el az olaszoktól követéseket szerezni.
Vagyis követelőzéseket. Oké, csináljuk. Jó lesz. Most be tudunk törni szívet szemmába. Mióta megy már ez a háború? Na, ott betörtek a japán, mi az kínaiak. Ez mondjuk jó. Jet engines. Norvégokat megtámadtak. Na, ott van határuk. A dánokat is. És a görögöket. És a törököket is így megtámadták az oroszok. Ez meg érdekes, meg a portugálokat is. Amerika meg Oroszország szövetkezni fognak? Az komoly.